La 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 la. Tehát, hogy halombarátot találkozója lett hirtelen. В наших группах такие близкие, родные нам лица товарищи, которые уже вернулись с конгресса. Посмотрите, как они стали. Костя, Санкт-Петербург, КСДИ. Мы hatalmas barátokat látunk a csoportokból, és lassan visszakerülünk az állapothoz, amit a kongresszus előtt volt. Mi nagyon sok állapoton mentünk keresztül. És megvan a lehetőségünk, hogy ne álljunk meg, hanem tovább haladjunk, de végig kell gondolni, hogy hogyan. Mi lehet a következő lépés? Nyilván a tízes körök középpontját kell megtalálnunk, a csoport középpontját. Tehát most a első hetemben belül lesz egy workshop. És az első kérdés, mondja Kostya, mit értünk az utolsó néhány napban? Tehát ez a kérdés. Mit értünk el az utolsó néhány napban? Nem tudom, hogy lesz fókuszcsoport. Ha lesz, akkor lefordítom. Egyelőre csak kakofonzajokat hallok. Jó, egyre nincs fókuszcsoport, tehát nem tudom lefordítani. De a kérdés az volt még egyszer, hogy mit értünk az utolsó néhány napban. Érdekes, mert nem ez volt kiírva a leckében, tehát lehet, hogy Rav valóban nem érezte túl jól magát, és hirtelen átmentek ilyen sivat haverénbe. Pedig van fókuszasztal, de valamiért nem fordítják. Már adnak is mikrofonokat, tehát megindul ez. Most lesz fókuszcsoportunk. Igen, már hallom oroszul, de nem hallom a fordítást. И опять же, это те люди, для которых могу я находиться в том состоянии попытки отдачи, чтобы хоть что-то сделать для них. Jó, egyelőre oroszul hallom, de nem hallom a fordítást, tehát már van fókuszcsoport.
к чему стремились и готовились. Na, most látom, aki beszél, meg gondolom, ti is. Мы смогли почувствовать те слабые места, которые нам нужно еще усилить в наших отношениях, в наших стремлениях. Jó, fordítás egyelőre még mindig nincs. И что нам необходимо еще сделать для того, чтобы как можно больше углубиться к тому, к той точке, точке единства между нами, где мы все хотим. Я remélem, ezen változtatnak, mert így azért érdekes lesz ez egy óra. Ну чего мы достигли на этом конгрессе? Воровье. Ráadásul egy orosz asztalt választottak fókuszcsoportnak. В большом конгрессе мы заполнили их любовью. Эти сердца. В итоге мы объединили это сердце в одно единое. Теперь задача наша принести каждую это сердце в нашу, каждый должен принести в свою группу. Kérdezik többen tőlem is a világcsoportból, hogy lesz-e fordítás. Hát őszintén szóval nem tudom. No, на этом конгрессе мы открыли новую ступень объединения между нами, любви к товарищам. И единственная наша задача – это продвигаться все выше. Hát egyre a szívünkkel hallgassuk, amit mondanak, meg az orosz tudásunkkal, amit összeszedtünk. На этот вопрос можно ответить, в принципе, с разных точек. Есть индивидуальное продвижение, есть групповое продвижение. И индивидуальное – это когда каждый принял решение на какой-то ступени. Ну, он принижает себя как-то перед окружением сильнее, соединение с Равом по-другому уже. Вопросы уже, которые были до конгресса, сейчас уже проясняются лучше. То есть подведение всех под такую черту, всех товарищей, которые были давно, которые только начинают заниматься. То есть этот цвет, который мы формировали во время этих... Время подготовки к конгрессу, да, вот это, то есть, можно сказать, это основа, когда мы готовились к этому. Na, most hallom. Tehát nyilván a felkészülés is nagyon kemény volt a kongresszusra, és любовью занимались. И сейчас такое подведение итогов. Erre a felkészülés, erre a kongresszus a felkészülés, a Jesuvát Averimok és minden más, ugye az nyilván ez óriási befolyás gyakorolt ránk és minden másra. Tehát és nyilván nekem hálásnak kell lenni a teremtőnek minden egyes lehetőséggel, amit adott nekem. Что по моим ощущениям у нас? Így van, tehát fordítva azt, amit a barátom mondott, mondja Zohar fordít most. Úgy tűnik a számomra. На несколько ступеней мы сблизились. У нас более уже как бы такое открытое сближение. Hogy nem csak egy szinten kapcsolódunk össze, hanem nagyon is pontosan lehet érezni. Hogy tehát nekünk össze kell olvadni egy pontba, és a munkánk pontosan az, hogy közel kerülünk a barátokhoz. Mindenféle határvonalon túlmenően, és ez csodálatos dolog. És ilyen módon kell egyre jobban és jobban előre haladnunk. Ez az, hogy egymáshoz közel kell kerülnünk. Кульминацией для меня стало на конгрессе состояние, которое...
Товарищи, мы ждем самые горячие круги. Пожалуйста. Tehát egy nagyon is fontos érzelmet kell elérnünk, barátaim. Mi várjuk azt a kört, aki meg akarja osztani a körben lévő gondolatait, mondjátok el, hogy mit kell tenni. Tegyétek fel a kezeteket, és ragadjatok mikrofon. Мы, так как конгресс уже прошел, все отдали во власть Творца, это все Творец делает, не мы. Киван шакенес гвар авар, анахну натану это кол лиршут абуре, за абуре асалу анахну. Мы двигаемся от единства к единству дальше. Нахну миткадмим халам, ихуд ли ихуд. И в этой работе мы... Так мы отчег фелю мозунг от отчег фели. Рак это авода азот, анахну маарихим. Tehát nekünk el kell fogadnunk mindent, ami történik. Ami az elfogadás világában élünk. Мы достигли очень сильной, глубокой внутренней связи друг с другом. Эстагну кешер, меод хазак, меод пними, заим зе. И с нашим дорогим Равом. Tehát ez nagyon erőteljes, nagyon mély belső kapcsolat, ami köztünk és a tanító között létrejött. És föl kell emelkedni minden különbségnek, polaritásnak, nehézségnek, amit a világban, amivel a világban szembesülünk, és meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy együtt legyünk, és ezt a kapcsolatot át kell vinnünk mindenen. És világos kell, hogy legyen. וזה נחתם עמוק מאוד בלב. אנחנו ננצור את זה כדבר היקר ביותר שיש לנו. Tehát nyilván a szív mélyéről kell fölemelkedni ehhez az érzékeléshez. Мы достигли не просто большого, мы достигли огромнейшего смешения между собой. Мы לא סתם ערבוב גדול, אלא ממש ערבול ענק בינינו. Nekünk невероятно большой, огромнейшей потребности в еще большем объединении. Nekünk egy hatalmas összefogást kell egymás között elérnünk. Та скорость, с которой мы начали двигаться, просто невероятно. És egy egyre erőteljesebb és egyre nagyobb egységet. A sebesség, ami просто прошло бесконечное количество изменений. Ez felfoghatatlan és megérthetetlen. Мы достигли szinte végtelen mennyiségű belső változásra mentünk át ezen a héten. Бесконечно прекрасных новых светов, которые нам удается привлечь. Цагну орот, цлахну ламших элену, орот билди юамни. Почувствовать новые ступени. Ларгиш мадригот хадашот. И огромнейшая. Иш некюнк нивамалуан. Глубокая. Эзекра синтекен эджит кел апендюнк. Варгаша амука, энсофит, беомка, хадаша, шел хаверим. És szinte végtelen erejű érzékelést kellene éreznünk a barátokkal való összeolvadásban. We achieved a very heightened state of unity. Nagyon magasztos szintjét értünk el az egységnek, amit az egész világnak át kell adnunk. All corners of the world. ואם לוקחים בחשבון את הקדר של האנשים שנבהלוון. Now the universe knows that our future depends on this force. Tehát mi tudjuk, hogy a jövőnk az ettől az erőtől függ, amit felépítettünk. And we have no option but to unite. Nincs más lehetőségünk, mint az, hogy minden különbség felett egyesüljünk. So now that we have a bigger reach all across the world. Tehát ezért nekünk egy még nagyobb szintjét kell elérnünk ennek az egységnek. So a big lehaim to everyone. Lehaim gadol lekulam. És egy nagy lehaim mindenkinek. Ez Brightwood. Isolate our desires within ourselves, we remain in darkness.
Tehát ott kapcsolatunk túl menő, mi állandó sötétben vagyunk. But when we include ourselves in each other, my. Tehát bele kell nekünk foglalni magunkat egymásba, a barátok belé, mi pedig a barátokba. És ez jelenti a korrekciónak az alapvető erejét. És a második dolognak pedig a lényege, hogy nekünk valóban fel kell fedeznünk az egységnek és minden másnak a működését, a természetnek a működését a teremtőn belül. Like he said. Tehát, tehát amit hozzá akarok tenni, hogy ez az egységnek a pontja, amin keresztül, amin mind keresztül mentünk, és éreznünk, hogy nincs más állapot, nincs más ezen a ponton keresztül kell kitágítanunk a hiányoknak az összegyűjtését, és tudnunk kell, hogy hol vannak ezek a hiányok. Ez a mi szerepünk. Leány. Shalom, haverim. Ani mi Toronto, ani mi kutsat Toronto, val margis. Én a torontói csoporttól vagyok. Otthon vagyok, mondja az úr. Annak margisim. Mi a kongresszuson a legmagasabb szintjét éreztük a kapcsolatnak, és Pütas állapotnak, és most tudjuk érezni a fényt a csoporton keresztül, és érezhetjük az erejét ennek. A kérdés csak... A kérdés csak az, hogy hogy tudjuk megtenni, hogy ne veszítsük ezt el. Hogyan tudunk visszatérni a csoportjainkhoz. Mivel az ember, mikor az ember visszamegy, nyilván meg kell erősíteni a kapcsolatot a csoporttal. Ugyanúgy, ahogy itt Izrael és Petatikva megerősítette az összes csoportját, az összes kapcsolatát az izraeli csoportokkal, barátaim. Barátaim, ami itt történt, mondja a következő spanyolul beszélő fiú. Tantas veces de escuchar a nuestro amado Rav, con caja be mamatzim, con caja be shanim, shanachnu shomim et Rav. Nagyon nagy mennyiségű erőfeszítést tettünk Ravval, ez kolumbiai. Hogy eljussunk a kongresszusra, nagyon sok állapoton mentünk keresztül. És ezen a reggelen Rav egyesített bennünket újra, és megmutatta nekünk, és minden megmutatott nekünk, amit meg kellett mutatnia. Megmutatta nekünk az utat, elmondta nekünk, hogy milyen állapotokon kell keresztül mennünk az úton, és megmutatta nekünk, tehát y adelante amigos porque ahora el camino está claro, ahora ya sabemos el camino. Vamos a tener otra vez pesadez en el trabajo, pero ya sabemos qué es y cómo es que lo tenemos que Tehát gyerünk, barátaim, mi ismerik az utat, tudjuk, mit kell tennünk. Tehát köszönjük, barátunk, én szeretlek benneteket. Nagyon-nagyon szeretek mindenkit, és lehány. Zene. La 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 la
сейчас я сказал ребятам, простой вопрос был такой, простой. Сколько он вызывает эмоций? Akkor egy nagyon egyszerű kérdést akarok feltenni, hogy mennyi érzelem volt abban, ami történt. Tehát alapvetően ugye a Ramos legnagyobb cikkének megfelelően dolgoztunk, tehát ő nagyon egyszerű szavakkal írta le azt, amit kell tennünk, a magasztos szellemiségben történő munkát, de nyilván ez a legmélyebb cikkének egyike. И ответим на вопрос. Опишите. Так, nyilvánvalóan így lehet a kérdésekre megválaszolni azzal a fajta belső bizalommal. És adjunk egy ajándékot egymásnak a következő szintről akkor most. Tehát a Ravnak a kérdése mind arra irányult, hogy mi a következő szint. Tegnap Rav leírta számunkra a szinteket, hogy mi ezek az állapotok, tehát próbáljuk meg egymásnak elmondani, hogy mi a következő szint. Tehát erről fogom most beszélni, ez a következő kérdés. Tehát ajándékozzátok meg egymást a következő szinten, írjátok le, hogy mi az a következő szint, amit nekünk el kell érni együtt. Ez a következő kérdés, a workshopon. Tehát nyilvánvalóan ez nyilván egy-egy állapot nyitottá válik a számunkra. Tehát akkor az elején nyilván ez egy nagyon hosszú, a teremtő ilyen módon tárta föl a számunkra azt a szeretet, ami köztünk van, és egyszerűen elképesztő ez. Tehát egyszerűen bele kell olvadnunk a következő szintbe, és így jutottunk el abba az állapotba, amikor valóban elképesztő pontok jönnek, és ez lesz a következő szint maga. Когда я ясно вижу, что мои товарищи нужны мне. A következő szint az, amikor világosan látom a barátomat, a barátaimat és a barátaimnak a vágyát, és a barátok nélkül nincs semmi, tehát én emlékszem arra a fejezetre Jasivat Haverimre, ami a kongresszus előtt volt, tehát az emberek egészen elképesztő belső állapotot értek el ezzel ebben a Jesuvat Haverimben, ami ugye Aravában volt. De csak ott értettünk meg, hogy semmi nincs a barátokon kívül. Tehát ez a következő szint, ez a nagyon fontos következő szint. Tehát, ahogy ezt már mondtam, a következő szint az, most angolul hallom, nagyon tudatos érzés, a közös szívnek az érzése. Horváth srác, ezt a konkrétan nagyon világosan lehet érezni, és el kell kezdenünk a szívünket hangolni erre. Együtt, csak együtt, együtt kell tanulnunk, együtt kell olvasnunk, és ez segít majd nekünk elnyelni azt, ami le van írva a Ravnak a szövegeit minden egyes leckén. Új történet bontakozik ki bennünk, egy új élet. Продолжает, товарищи, следующая ступень. Когда
там я, мы начинаем все больше жить желаниями группы. Все меньше там, значит, своими, которые там всеми там. Так, не вам волом. Все больше точно так же, только вот как бы желаниями товарищей, желания группы, как их заботами, все дальше, дальше, глубже и глубже. Мне кажется, вот эти конгрессы... Tehát nekünk egyre jobban és jobban jobban a dologba kell beilleszkednünk, tehát nekünk a csoport vágyát kell etetni. Как всегда, есть время, когда это происходит, а потом время, когда начинает раскрываться. Я думаю, сейчас много таких интересных... Ezért kell nekünk beleolvadni ebben az egyetlen hatalmas tömegbe, ahol nincs többé idő, nincs mögé tér. После конгресса все будет раскрываться. Безусловно, это все больше выход из себя. Куда? В товарищи. Tehát, следующая ступень будет такая, как мы захотим, если наши желания будут еще больше отдачей, то те... Az, amit igazából, hogy egyre jobban ki akarjuk terjeszteni, a saját magunk által egy szintet. Tehát így kell a körülöttünk lévő mosolygó barátokat látni, és a mosolyukat kiterjeszteni. Есть только мое окружение, в котором я нахожусь, и полностью готов раствориться в своих... Az, amikor valóban 100%-ig без всевозможных каких-то расчетов, minden, amit a barátok mondanak nekünk, az valóban arra irányoz bennünket, hogy mindenféle számítás nélkül meg tudjuk tenni, amit el kell érnünk, hogy lényegtelen, hogy milyen fajta számítás van mögötte, mégiscsak a következő szintet tudjunk emelkedni. Egy szívvel, egy lélekkel. És ezért így kell egymásra gondoskodnunk. Csak a csoport az, ami az összes törekvést egyesíti, ami egy irányultságot ad a kapcsolat felé, és így együtt mindig ugyanabban az állapotban, mindig egyforma állapotban azon gondolkodva, hogy hogyan tudunk örömet okozni a teremtőnek, ez a legfontosabb jellemző a következő állapotunknak. Исчезает мое я. А как это синт? Где появляется мое мы, каждого из нас, где мы объединяемся, где объединяются наши сердца в одно единое. Так мы egyesülünk, tudjuk, hogy hogy kell egyesülni. Tehát egyetlen hatalmas szinten. Szintben, ami a szeretetnek egy maximálisan elérhető szintje. Amelyen keresztül fölérmekedünk az egónknak. Mindannyian. És ezen a módon az egész bolygónak a jövőjét megváltoztathatjuk. Igen, a közszinten nekünk érezni kell a felelősséget, nem csak a csoportért, hanem a barátokért is, és magunkra kell tudni vonni a felelősséget, hogy a teremtő akar velünk a közlépést megtetetni. Tehát valóban и следующая ступень наша заключается, когда мы все вместе nekünk szinten kell korrigálni mindent, és nekünk Ravnak a tanácsait kell megvalósítani, és egyre jobban kell éreznünk azt, hogy hogyan tudunk foglalkozni a terjesztéssel, hogyan tudjuk a terjesztés által megerősíteni a csoportot, hogyan tudjuk az egész világcsoportot egyetlen hatalmas csoport emelni, hogy az emberek valóban, a nők, a férfiak, az összes egyén, mindenki együtt, egyetlen hatalmas közösségbe forjanak össze,
És ilyen módon наша следующая ступень – это когда у нас абсолютно чистые мысли. És így lehet összekapcsolni. Tehát így lehet gyakorlatilag az egységet megmostani, és az összes пропадают, и желания, и мысли у нас направлены только на то, чтобы объединить. Tehát nyilvánvalóan meg kell tartani a gondolatokat, meg kell erősíteni az irányultságunkat, és mindent az egységnek kell rendelni. Biztos, hogy a következő szint az abszolút ezzel függ össze. Волчата голодные. És ez lesz az, ami a következő szintet jellemzi, a kapcsolat és a szeretet. Tehát még ezt nem értük el, ami a következő szintet jelenti, de a lényeg az, hogy mi valóban akarjuk, valóban követeljük azt, hogy, hogy eljussunk idáig. Na most hallom csak a srácot, amennyire mi össze tudunk forni, megállították. Barátaim, kedves, drága barátaim, szeretnénk, ha elmondanátok, amire jutottatok ebben a körben. Tehát most a következő szintről beszélgetünk, tehát most minden asztal elmondja az egész világcsoportnak, hogy mire jutottak a következő szintet illetőleg. Hello, világcsoport, mondja a srác. Én szeretném az érzékelésünket megosztani. És a teljes tízes csoport nevében szeretnék mondani valamit. Mindazoknak a nevében, akikkel együtt voltam most. Tehát valószínűleg megértettük, és ez valóban viszonylag egyszerű, hogy minden, amit a külső világban nem találunk meg, azt megtaláljuk itt. És egyszerűen boldognak kell lennünk amiatt, hogy a barátokkal vagyunk együtt, és azt szolgáljuk. Egyszerűen bele kell nézni a barátok szemébe, és látni kell, hogy mi történik. És hogy egymásra kell gondolnunk. Tehát, hogyha mi boldogok vagyunk, akkor a teremtő, mi boldogok, a teremtő is boldog. És éreznetek kell, azt a hatalmas maximális örömet, ami szinte összehasonlíthatatlan. Éreztetek-e az óriási felelősséget, amely a vállatokon nyugszik? Mindazt a belső boldogságot, amit az egész világnak át kell adnunk, testvérek. Tehát mi a világot tudjuk megváltoztatni, és ez az embernek a felelőssége. We feel this inclusion in. Érezzünk el ezt az egymásra foglaltatottságot.
proximity between us that we are constantly connected. Tehát nekünk az egymáshoz való közeledés nélkül is állandó kapcsolatban kell lennünk. And this fuel, this energy that we give to go on to. És ez az energia, amit mi megkapunk egymástól, és ilyen módon haladunk előre. Ezt éreznünk kell, az, hogy ezt a barátainktól kapjuk. És minden pillanatban, amikor érzünk a sötétséget, az azért van, mert nem vagyunk belefogadva a barátaink vágyaiba. But it doesn't just end there. We feel how important it is to expand this circle. Tehát éreznünk kell, hogy mennyire fontos ez a világ számára. Lehány barátaim. Friends, this is the barátaim. Next degree, which is a következő szintről beszélgetünk, amely this is faith above reason. Amely nem más, mint az értelemfeletti hitbe emelkedés. We're not feeling ourselves anymore. Tehát már nem is érezzük önmagunkat többé. We're feeling this friend next to, hanem a barátokat érezzük, akik mellettünk vannak. Who's guiding our next move? Akik and then the friend next to him is guiding, valamilyen irányba elléptetnek bennünket. We can't even imagine, we just have to drop. Tehát szinte el tudjuk képzelni önmagunkat. Feel the love of the friend. Tehát éreznünk kell a barátok szeretetét. You would think that to do something, to do what we're doing here. Tehát azt gondoljátok, hogy tesztek valamit, hogy be tudtok fektetni valamibe. To do this kind of work, you'd have to be held at gunpoint. Tehát ez az egyetlen pont, ahol fent tudjátok tartani a kapcsolatot egymással. And the door's open here, everybody. És az ajtó nyitva van, és mindenki. When you don't think about it conceptually, but you feel it and your bones. Átment rajta, tehát ha végig gondoljátok, hogy mi történik itt, akkor rájöttek arra, hogy miből fog állni a következő pont, kapcsolat. Tehát mindenki harcol ezért az állapotért itt. I still don't understand. Mert ez túl van az emberi a hétköznapi emberi erőn, ezért a fontosság abból származik, hogy megértitek, hogy milyen hatalmas erőfeszítéseket tettünk itt együtt. Lehány. Se nos va revelando. Que español. Los cabalistas habían estado hablando todo este tiempo. Se nos va revelando lo que es verdaderamente el amor. Amit a kabalisták mondtak, mit tártak fel a számunkra? Hogy a szeretet az elérhető a számunkra. Sin embargo, tenemos kicsit félelmetes, ami történik. Tehát van szabad választásunk. Tehát folytatnunk kell az utat, mert a Teremtő ezt adta nekünk, és ez egy óriási privilégium.
És minden, ami történik, az élet is itt van, itt. Pequeños despertares que nos dan y por este tremendo despertar que le están dando al mundo entero. Ani modé le kulchem ala איך אתם מאירים אותי קצת קצת ו... és én hálás vagyok mindegyikőtöknek, hogy felébresztetetek engem, és egy hatalmas fényt adtatok az egész világnak és az összes kabalistának. Bálaszulám, Rabas, és az a hatalmas fény, ami összességében megnyilvánul. Nyilván én köszönöm, hogy fenntartotok engem. Братья, любимые, te... я хочу подарить вам наши... Имадут, браток. Тештвирек. Ха, я его не знаю, я не Tehát a mi tízes körünk a következő szintet akarja nektek elmondani. Ez egy szint, ami a csalódottságból fog felépülni. A képesség hiányából, hogy egy millimétert is tudjunk előre menni. És egy nagyon mély belső szükségszerűségből, ami a barátok felé irányul. Ez a szint, ahol egyszerűen, mint nem is tudnánk élni a barátok nélkül. Én azt gondolom, hogy ez igazán a terjesztésnek az alapvető következő lépése. És a sötétség óriási örömként jelenik majd meg a gyűlölet felett. És ez egészen elképesztő szeretetet fog a világnak vinni. Дорогие братья, драго тештвереим, и радуюсь, химика наша десятка радуется вместе со всеми. Én úgy tekintek rátok, meg a tízes körre, hogy tulajdonképpen egy nagyon különleges időszak jön. Свободное поле. Ведь нам нужно саде хофши. Для тех усилий, которые мы должны проявить. Ло там амацим шахохер. Tehát ez azt is jelenti, hogy erőfeszítést kell tennünk az előadás érdekében. Boldog vagyok emiatt. Mivel ilyen módon lehetőséget kapok, hogy feltárjuk a teremtőt a saját minőségeinken belül. És hogy lettünk ezt erre képesek? Ha egymásra nézünk, akkor láthatjuk a szemekben a szívben lévő pontok kapcsolatát. És a teremtő segítségével képessé válhatunk ezt az üres területet kitölteni. És ilyen módon új barátok fognak jönni közénk. Egyszerűen jönniük kell, ahogy Rav mondta. Akinek van szívben lévő pontjuk, azoknak lesz lehetőségük velünk tartani. És akkor látunk, hogy a világ hogyan változik meg, ez a mi munkánknak a lényege, ez zene. Bye.
Chaim Rebaruch.